Tűnik, hogy megérkezett az éjszaka első hala. Sőt, hát igazából még nincsen éjszaka, de szeptember közepéről lévén szó, 3-4-9-kor már vaksötét van. Hát gyakorlatilag egy 5 órás kapásszünetet sikerült most megtörnöm, hiszen délután 3 óra tájékán 3 óra fél 4 körül fogtam a legutolsó pontjomat. De most újra akcióban a metódféder. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült fognom. A kapás egyébként nagyon határozott, lassú, de határozott botgörbítés volt. A nyeletőfék még nem szólalt meg éppen, hiszen résen voltam, nem aludtam még be. Nem is tervezem egyébként. Közben itt átpakoltam a merítőt a bot másik oldalára, hiszen ugye a balos botomon volt a kapás, és a hal is balra indult el. Hát nagyon jó súlyt érzek a másik oldalon. Kíváncsi leszek tényleg, hogy mivel hozott össze a sors itt a Fehérvár csurgói éjszakában. Egyébként, hogyha körbenézünk, akkor jól látszik, hogy hiába van csütörtök, hiába van holnap munkanap. Nagyon sokan vallatják a tavat ma is. Nagyon népszerű a tó itt a helyi horgászok körében. Ez nem véletlen, hiszen fantasztikus környezetben terül el, illetve a halállománya is nagyon jó. Nem lehet egy kockatóhoz hasonlítani, de nagyon szép halállománya van. Ennek az iBikeSpitznek egyébként nagy előnye azon túl, hogy nem kell folyamatosan a világítópatronnal bajlódni, hogy ilyenkor is nagyon jó nyomon lehet követni, hogy hol jár ellenfelünk, melyik irányba tart, jobbra-balra, egy fejlámpa használata nélkül is. Én is csak azért kapcsoltam be, hogy amint lehetőségem lesz rá, megpillantsam. Megészlelte a part közelségét, hiszen egy picikét morcosabb üzemmódba kapcsolt. Meg vagy! Ez az! Jaj. Mondom, meg vagy. Most már nem menj sehova. Na, hagyd nézzelek. Bőven 10 kiló fölött van ő is. Jaj, de örülök. Mekkora küzdelem volt ez is. Hiába itt a sekélyvíz, illetve a jó kondéba lévő pontyok feladják az embernek a leckét. Nagyon-nagyon kiülős, taktikus a peca. Minden kapásért kőkeményen meg kell dolgozni. De hát ilyen halakért azt hiszem, hogy megéri. Nyugodj meg, barátom. Kiviszlek a bölcsőbe, megszabadítalak a horogtól, aztán már húzhatsz is tovább. Hát nem akármilyen horgászatban van részem, az biztos. Álmomban sem gondoltam, hogy így gyakorlatilag vakon leülve ilyen fantasztikus halakat sikerül majd fognom. Fenséges tőpont. Na nézzük, itt egy száknya, itt egy bot. A horog gyönyörűen akadt, a csali már hiányzik a hajszáradékéről, de hát ez abszolút nem probléma. Ő is egyébként a pontykárász ízesítésű floating pelletre csábult el. Természetesen a kíméletes bánásmód éjszaka is jár. Ez nem nappali kiváltság. Hú, micsoda hal, azt a betyár mindenit. Hát ő is több mint 10 kiló, egészen biztos. Fantasztikus, hibátlan. Meseszép úszókkal. Útjára engedem ezt a fantasztikus tövest, úgy a gyönyörű hal. Most is csak azt tudom mondani, hogy remélem nem végleges a búcsú. Nőj még nagyobbra. Szia.
Hát megmondom őszintén, hogy semmilyen konkrét elvárásom nem volt a mostani horgászattal kapcsolatban. Bíztam benne, hogy tudok majd néhány pontyot fogni. Tehát 2-10 felettire ilyen rövid idő alatt egyáltalán nem számítottam, úgyhogy tulajdonképpen most haza is mehetnék, hiszen én már mindent megkaptam, amit szerettem volna, de bolond lennék itt hagyni ezt a pecát, úgyhogy gyorsan vissza is dobom a készséget. Még mielőtt teljesen besötétedett volna, megkevertem a második adag kaját is, hiszen az elsőből már mindössze néhány marék van, és most úgy döntök, hogy az újból, a frissből töltöm meg a kosarat. Ez pontosan ugyanaz, amivel napközben is horgáztam. Pont dupla adagot hoztam minden összetevőjéből, úgyhogy ezen nem változtatok. Úgy gondolom, hogy nem is lenne nagyon rá okom, hiszen egyelőre minden a tervek szerint alakul, és bár tényleg sokat kell várni minden halra, nagyon keményen meg kell dolgozni minden kapásért, de hát ilyen halakért úgy gondolom, hogy megéri. Úgyhogy itt az egyik végszerelék, gyorsan megtemem a másikat is, aztán utána be is vetem őket. Egyébként azért szoktam kivenni a másik botot is, hogyha halat fogok, mert ugye egy ekkora vízben esetleg áramlatok is lehetnek, illetve a fárasztás során is előfordulhat, hogy az egyik végszerelékkel egy picikét arrébb taszítom a másikat, elmozdítom a kosarat a helyéről, és ahhoz, hogy az ebből adódó kellemetlenségeket és esetlegesen elmulasztott kapásokat elkerüljem, mindig újra dobom egyszerre mind a kettő botomat. Így egyébként egyszerűbb azt is megfigyelni, hogy milyen gyakran vannak kapások, hiszen a két kosár gyakorlatilag 2 perc különbséggel csopban jól le tudjuk mérni, hogy mennyit érdemes benhagyni a végszereléket. Egyébként ez a hal körülbelül 25 perccel a bedobást követően jelentkezett, úgyhogy nagyjából beleillik a nap folyamán megfigyelt tendenciába, hiszen eddig is körülbelül ilyen 20 perc és 45 perc között következtek be a kapások. Ennyit szoktam egyébként várni 2 dobás között, 45 percet, ettől többet azért nem. Negyed 60 lassan, újra akció. A legutóbbi hal óta nagyon nagy csend volt, nem fogtam halat semmit abszolút. Nem tagadom, hogy egy picit el is bóbiskoltam. De aztán itt az óránkénti csali frissítésnek úgy tűnik, hogy meglett az eredménye. Hosszú idő után újra pontyküzd a horgon. Nem tudom, hogy mekkora. De remélem, hogy hamarosan kiderül. Erő, pedig ő azért nem lesz 10 feletti. Na gyere! Megvagy! Az éjszaka újabb hala. Hát, nincs 10 kiló, de 5 kilónál biztos, hogy több ő is. Összeszedem itt a merítőt, aztán kiviszem gyorsan, még mielőtt belefagynék a tóba. Ezzel a halnak az éjszakát befejezetnek tekintem, úgyhogy újult erővel nekiállok. Bedobom vissza a készséget, utána, hogyha egy picikét elkezd világosodni, akkor etetek majd valamennyit, hiszen azért most már a legutóbbi etetés óta eltelt 7-8 óra. Nem biztos, hogy marad belőle túl sok minden a pontyok számára, úgyhogy visszadobok, aztán utána hamarosan etetek.
húztam be a másik botot, miközben hosszabb idejében tévő felszerelést valami elhúzta. Ismét egy meglehetősen hosszú kapásszünetet tört meg ez a hal. Az előző halat olyan 5 óra és 6 óra között fogtam, most már 10:30 van, tehát várni kellett rá egy jó 5 órát megint. Érdekes megfigyelése egyébként így a túra végéhez közeledve a víznek, hogy ha nem etetek, akkor nem fogok halat. Ha etetek, utána legalább 2-3 órán keresztül nem fogok halat. Viszont, hogyha eltelik ez a 2-3 óra, akkor rendre tudok fogni egymás után óránként néhány pontyot. Legalábbis eddig így volt végig. Most is reggel etettem 7 óra környékén, és ahogy mondtam, most 10:30-kor következett be a kapás. És úgy érzem, hogy ez is jó hal lesz. Most már azért lényegesen bátrabban megyek a vízbe, mint éjszaka. Az idő az kellemes, annak ellenére, hogy a szél ma is erősen fúj. De ennek örülni kell, mert a helyi horgászok elmondása alapján itt akkor lehet igazán sok halat fogni, hogyha erős szél fúj ide a tározó mélyebb részébe, ahol én is ülök a mai pecán. Úgy látszik, hogy közben már átment jobbra másik botomon túl ellenfelem. Egyedül azt nem tudom még, hogy alatta-e vagy fölötte. De én úgy észlelem, hogy fölötte lehet. Úgyhogy nem biztos, hogy nem kell utána mennem. Ismét egy pikkelyes pontjával van dolgom, hogyha jól látom. Azt hiszem, hogy tükrös nem is fogtam, talán csak a túra legkisebb hala volt tükrös. Ezek a jobb testű pontyok rendre pikkelyesek. Ő is, ha jól látom, akkor legalább egy 4-5 kg-os példány. Igazi sporthalak. Jól küzdenek, nagy élmény őket fárasztani, de nagy biztonsággal szágba terelhetők. Megvagy! Hú! Alig, hogy visszaengedtem az előző tövest, éppen észleltem, hogy a hajszálelőke sajnos eltűnt a horog alól, úgyhogy kötnöm kell egy újat. Hát nem tudtam hozzáfogni, mert eltekerte a másik botot is. Annyit változtattam egyébként tegnaphoz képest, hogy a kereső botomra, amivel az etetés mögött horgászom, metódkosarat tettem fel az eddig használt bordás helyett, amivel igazából csak egy kísérletezési szándékom volt, hiszen egyetlen kapásom volt mindössze az etetés mögébe vetett bordáskosaras végszerelékre, ami nem túl meggyőző teljesítmény nyilvánvalóan. És közben figyelek, mert még a klipsz talán nincs már beakasztva, akkor semmi baj. Szóval úgy döntöttem, hogy kipróbálom metóddal is, és a gőzmozdony azt jelzi számomra, hogy megérte ezt az apró változtatást elkövetnem. De most már jó lenne, hogyha vissza tudnám fordítani, mert már a szomszédomon is túlment szerintem, pedig legalább 15-20 méterre ült tőlem. Süvít a szél a zsinóron, ezt a hangot borzasztóan szeretem. Továbbra sem én irányítom a küzdelmet, a hal most már egészen biztos, hogy a szomszédom mindkét végszerelékén átment. Nem akármilyen példány lesz, az biztos. Mint hogyha egy zsák cementet húznék. Átszaladok itt a zsinóron, jó? Bocsánat már. Tessék? Nem, átment rajta, úgyhogy csak átlépek itt bent, ahol már vízbe megy.
sajnos itt a tőlem távolabb eső részt nem ismertem jól, és hát bekövetkezett az, amit nem szerettem volna. Elsüllyedtem térdig, de nem baj. Csak jöjjön ki a hal. Úgy érzem, hogy még egy jó pár percig itt fogok állni. Gyakorlatilag minden méterért vért kell izzadjak, amit vissza szeretnék szedni tőle. Borzalmasan jó súlyt érzek a zsinór túloldalán. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel hozott össze a sors. Nem mindennapi érzés itt térdig állva a vízben fárasztani, még akkor is, hogyha a víz már nem túl meleg. Ezt most a legkevésbé sem bánom. Legfeljebb a sluszkulcs, illetve a mobiltelefon fog elázni, de ez mind pótolható. Ez az! Mekkora pont, te jó ég! Azt a mindenit! Hú! Te jó Isten, mekkora pont! Hú, de boldog vagyok! Hát micsoda halak lakják a Fehérvár csulgói víztározót, te jó ég, mekkora pont! Mindez partról, féderbottal. Hát szerencsés ember vagyok. Azt a mindenit, milyen nehéz. Valahogy jussak el vele a bölcsőig. Hihetetlen. Micsoda hal fekszik itt, a jó ég. Eljöttünk ide másfél napra horgászni, bízva abban, hogy tudok majd néhány pontot fogni. Ehhez képest itt fekszik a matracon egy hatalmas tükrös. Hú, de gyönyörű. Azt a mindenit. Hát, ha a tegnapi tőpontra azt mondtam, hogy életem legértékesebb hala, most mit mondjak? Ő is az. Azt a mindenit, mekkora halt. Jó ég. Egy hatalmas, maximális vízszint esetén több mint 200 hektáros tóból. Nyilván ez most nincs ennyi, de hát mekkora hal. A csali érdemes megnézni. Egész nap, tegnap is, ma is ponykárász ízesítésű, egyszerű, pici floating pellet. Alig bírom el. Életem hala talán. Hát nem biztos, hogy nagyot túlzok, hogy ezt mondom. Gyönyörű, szép, matuzs állami tükrös. Milyen fantasztikus farokúszója. Gyere te öreg harcos! Ha már úgyis zombik kényszerítettél a vízbe, akkor visszaviszlek én is oda, ahonnan jöttél. Megpróbálok bevinni egészen, és a lehető legkíméletesebben visszaengedni. Mini csoda hal, azt a mindenség itt neki. Csurgói öreg harcos. Aztán remélem, hogy még találkozunk. Na, szia! Ha ez a szép tükrös elúszott, akkor most már megpróbálom rendbeszedni én is a felszerelést. Hát, komoly áldozatokat kell hozni egy ilyen ponty megfogásáért, de hát azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy ez bőven megéri.
ha nem lenne most 20 fok, akkor már mennék is a vízbe és úsznék egyet, mert annyira boldog vagyok. De helyett inkább megpróbálok megszárítkozni. Gyorsan eljött ennek a túrának a vége, de sajnos pakolnunk kell és indulni haza. Talán életem egyik legjobb pecája volt a mostani, de úgy gondolom, hogy ezt a képek is hülyen alátámasztják és jól szemléltetik. Eljöttünk ide a Fehérvár csurgói víztározóra, amiről minimális információ birtokában voltam. Tudtam, hogy lehet fogni a parttól is pontyot most, hogy az üzemi vízszint alatt van a víz szintje a tóban. Tehát magam sem gondoltam, hogy ennyit és ekkorát. Fantasztikus élmény volt itt horgászni, és nagyon örülök annak, hogy igazából azok az elgondolások, amelyeket alkalmaztam, jól működtek. Nagyon szembetűnő volt az, hogy etetés nélkül nem igazán lehetett halat fogni. Körülöttem is sokan ültek, és én etettem a legtöbbet, én is fogtam talán a legtöbb halat. Ez bizonyára a víz méretének köszönhető, hiszen egy ekkora víztározóban hatalmas ugye a táplálék konkurencia, és valamivel ösztönözni kell a halakat arra, hogy forgunk közelébe ússzanak. Én ezt a nagy mennyiségű etetésben véltem megoldani ezt a problémát, és úgy gondolom, hogy sikerült is. Ugyanakkor nem egyből az etetés után jöttek a halak, hanem rendre várni kellett rájuk legalább 2-3 órát, és a kapások között is legalább 20-25 perc mindig eltelt. Úgyhogy egy igazán kiülős, nem túl pörgős peca volt ez a mostani, de minden percét élveztem, hiszen fantasztikus halakkal ajándékozott meg a Fehérvár csurgói víztározó, amiért örökre hálás leszek neki. És néhány záró gondolat. Szeretném megköszönni a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének azt, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy forgassunk, és tulajdonképpen mindenben segítették a munkánkat, illetve Tranker Balázs horgászbarátomnak a tippeket, hiszen ő a víz jó ismerője, és tudott jó néhány olyan információt mondani, amelyeket alkalmazva, illetve leépítve a pecába eredményes tudtam lenni. Bízom benne, hogy önök is találtak néhány érdekes képkockát a filmben, és arra biztatok mindenkit, hogy tartson velem legközelebb is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!